Piros, fehér, zöld virágok Nyírbogdány ipari parkja mellett. Többek között így készül a település az idei megmérettetésre, amelyen az ország legvirágosabb településeivel mérik össze magukat idén 12. alkalommal. A község már több elismerést is kapott a versenyen, tavaly 500 darab cserjével, egy évvel korábban pedig egy motoros fűkaszával díjazták a rendezett közterületeket és a virágos portákat. 2004 óta folyamatosan indulunk a Virágos Magyarország mozgalomba, illetve a Virágos Nyírbogdányért is minden évben meghirdetjük a településen az udvarokat, közintézményeket, és ezeket, akik benevezzenek, ezeket díjazzuk, ezeknek jutalmakat adunk minden évben a falunapunkon. A települések zsűrizése a nyári hónapokban zajlik. Augusztus közepéig szakértői csapatok járják végig a pályázó településeket, majd az esélyesnek vélt városokat és községeket a főzsűri is meglátogatja. Ezt követően szeptember elején megszületik egy belső döntés, és október magasságában egy komoly díjkiosztó gála keretében adjuk át a nyereményeket a kategóriánként első helyezetteknek is, illetve azoknak a városoknak is, akik valamilyen külön díjat, vagy valamelyik minisztérium különleges díját kapják. Az idei versenyben is 5 kategóriában díjazzák az induló településeket, a győztes város és falu pedig hazánkat képviselheti majd a jövő évi európai virágosítási versenyben.